Üdvözlöm a kedves nézőket a Rapid Wien elleni kupa mérkőzésen. Mint láthatjuk, az idő nem éppen a legjobb, kicsit havas, kicsit hideg van, de majd a gólokkal fölmelegítjük magunkat. De nem volt jó az indítás, Jonathan Klaasmüller, labdaszerzés, Pavoletti is meglátja Holendet, Holend letudja, átveszi, lefett, gól! Kimondani se tudtam isteni igazából, hogy mit akartam, de ott a gólöröm. Pavoletti meglátja Holendet, befut a két védők között, fejjel még magáért tudja tenni. Hiába jön a kapus, hiába jön a védő, gól. De öngól ráadásul. Makivenko beleért. Stojkovic. Lövés mellé. Klaasmüller próbálkozott. Stojkovic. Egy kis kribadás középre. És kiengedjük. Pavoletti. Amin. Pavoletti. Weber. Lövőhelyzet. Véd a kapus. Kipattanó nem a miénk. Klaasmüller. És visszajönnek a védők, egymás zavarja a védelem, Bagyi. Bagyi, Ungoné, micsoda szerelés. Weber. Ismételten egy rossz cser, Jonathan González. Lassan már lövőhelyzet, elövi! Mellé. Viszont Funkinkel igazi belga módjára megtartja, megszerzi a labdát. Beteszi. Ott egy lövés, Minamino. Gól! Viszont les. Stojkovic. Vissza tudja tenni, Bagyi. Jön a lövés, kapusé. Jött egy kontra, Klaasmüller. És a betett labda. Elfelejt még Fontázs elő. Viszont akkor is Fontázs. Lövés, kapusvéd. González. Vissza tudja tenni, Bagyi, ő is elővi, mené. Bagyi. Elővé, mellé. Szép labda. Berisha, ott lehet a kettő. Mit véd a kapus? Azt te kiszedt onnan közelről. Flagman, el akarjuk lőni mellette, és teli tenyérrel véd. A Shimeru próbál vele visszasietni. Bagyinak meg tudja tolni a labdát. Vissza tudja tenni. Jonathan González! Gól! Gól, gól, gól. Ott az egy-egy. Mondtam, hogy nem megabiztos a vezetés. A védelem teljesen elaludt középpályán. Nem jött senki segíteni Pongracsicsnak is Mempuna, hogy el tudjuk játszani onnan a labdát. Ez pedig azért nem egy túl nehéz feladat innen már belőni. Jonathan. Szereljük már az Isten szerelmére! Hál' Istennek a lövés szar volt. A Berisha? Berisha? Vissza tudja tenni? Koita? Koita? Megpattan! Cabezason! Szöglet! Bagyira tudja fejelni Ullmann, visszakapja Bagyi. El is lövi! Kapus nagyot véd! Gól! Kapus hiába véd nagyot! Ha egyszerűen Fontázs jön a túloldalon és be tudja piszkálni a labdát, pedig ott láthatjuk, hogy végig jön bele a védő, viszont Fontázs becsúszik, a védő nem. Koita kap szép labdát, azzal ott középen nagyon meg lehet menni, nincs rajta senki. Koita gól! Ott a feljövünk a kettőre. Koita fél, gól öröm, mindjárt eltöri vagy a csuklóját, vagy a bokáját. Hál' Istennek a védők elég messze állnak tőle, van ideje bőven befutni. Aztán ellőjük a hosszúba. Ha vagy mondjuk lehet, hogy inkább a rövid volt. A lényeg az, hogy gól 2-2. Mempu. Ami Koita szépen fölpörgeti magának, átveszi, beviszi gól. Gól, gól, gól. Itt is szeretném megegyezni, hogy háromszor nyomtam a lövést, mire előtte, de... Itt fölpörgeti, itt nyomtam egyszer. Itt kétszer, itt harmadjára, amikor még tényleg előtte. De a lényeg az, hogy gól, és ezzel mi vezetünk. Jonathan González. Ramajo, egyszer, mégis így, Bagyi! Kapushárítás, jó. Koita nem tudja tovább lenni, Matyivenko mellett egyből. Betett labda, egy az egybe, hatalmas hárítás. Uramisten!
Nagy ajánlott Ulmán, ki kellett hozni a kapust, megpróbálta ellőni mellette, viszont azt tudta hárítani. Hát az előző meccsen eléggé megszenvedtünk a továbbjutással, ennek örömére jöhet egy egyszerű liga mérkőzés. Ligában még 2 meccs van hátra, ezzel együtt aztán jöhetnek a rájátszások. Szép volt a becsúszás, nagyon sok időbe telt, mire fölkelt a játékosunk, Hernández. És a lövés, kapusé. Valent. Belöpött lapta, Pavoletti. Hú, mekkora kapufa. Jön is befelé a lapta, löklözés, üres a kapu. Ott mekkora pentés volt az ott, még a vonalról. A Kugavá. Pavoletti. Tur, gol. Ennyi. Az egyik pillanatban épp hogy megúszik a gólt, a másikba pedig megszerezzük. Ezt így kell, ilyen a futball. És onnan kapásból, Aminnal, ballal, a jobb sarokba. Így szembe vagyok, a babakúzó sorok. Fanginke. Pavoletti szépen beviszi gólt. Na, kezdünk fölkelni, vagy valami hasonló. Micsoda gól örömöket láthatunk, hihetetlen. A becsúszás nem sikerül, szépen betesz a labdát, átvételel egyet, tol rajta. A becsúszó láb már nem ér oda blokkolni, nehogy a kapus se tud odaérni a sarokra. Ott a gól, ott a 2-0. Holland. Pavoletti leveszi belőle gólt. Ez az összjáték. Uramisten. Ez meg a gólöröm. Figyelünk rá, hogy ne legyen les. Szépe betett labda. Van ideje levenni. És ugyanoda belőjük, mint abban a másodikat. Még a fél időben megyünk 3-ra. Mit teszik? Mellinger. Lövés Fischertől gól. Kapusnak reagálni nincs ideje. Megbikázta azt a 16-os vonaláról Fischer. Simán el tudnak passzolgatni, hisz ez is Fischernek. Így durr. Csavarodik kifelé a labda. De gól. Holland, ráadásul sérült is. Visszateszi, azt még be lehet fejelni kapufa. Deles. Fankinkel, ő is beteszi. Okukavá mellé. És itt az igazi erő próba. Hatta Tamham, Huszpurs ellen bajnokok ligája mérkőzés. Visszakapja Son. Son a 16-oson belül. Még a visszacsel is jó gól. Hát ez elég gyorsan kiderült, hogy sok keresnivalónk nincs ezen a meccsen. Szép! Kojta, még egyet tovább. Passz! Száros kulcs. Nem kellett volna még egyet tovább tenni. Ként tovább tudja fejelni, az ott a kapusé. Viszont nem szabadul fel a kapu, viszont a visszatett labda már nagyon elszá. Kojta Sanchez mellett. Vissza is tudja tenni, jön is a feles Bernerétől megy mellé. Klosterman a szélen. Webberre küzd, Klosterman nyer. Jön is a betett labda, jön is a lövés, jön is a gól. Harry Kane. Kojta. Hol ennek nincs sok esélye Lindelöf mellett, de nem törődik az esélyekkel. És gól! Leszarja nincs sok esélye Lindelöf is Loris ellen. Bevágja a labdát. Csak azért is megmutatja. Csak azért is Lindelöf mellett valahogy sikerül átvenni. Ott vissza ezzel Lindelöf kicsit elfut. És be tudjuk tenni. 2-1. Szép a csel, laposan teszik be. Kapus el tudja öklözni.
vissza tudja tenni, jön a lövés, kapus védés. Ezúttal blokkoljuk Kane lövését. Lindelöf. Eriksen lő, ezúttal Csemege. És meg is lehet Berisha, uramisten, Sanchez! Paoletti, Berisha, nem szorozunk Berisha. Lönte Loris mellett, kapufa kipattanó, azt is blokkolják, picsot, mi nem minó? Az pedig Loris gól, gól, csak bent van, végre, begyötörtük azt a labdát. Hát, ez volt augusztus 20-án a tűzijáték. Csak bent van. Ennyire nehezen még nem vittem be semmit. Hihetetlen. Egyszer egy kapufa, védőblokkor, Minamino lövését védi Loris. Itt láthatjuk, hogy védi Loris, viszont Lindelöf fejére pattan, és onnan megy be. Egyébként Loris tudta volna hárítani szögletre a labdát, de így ez Lindelöf öngolja. És itt vagyunk egy kemény BL meccs után, le tudjuk zárni a ligát, ugyanis elérkezik a liga alapszakaszának záró mérkőzése. Ez tökéletes Hollandnek. Nagyon sokat várt Holland, nem tudna, hogy most. De lényeg, hogy sokat várt, majd Koita ellövi, és azt is védi a kapus. Salinger. Akugawa. Holland, ez a lefordulás az utas szép volt. Most nem vár, hanem ellövi, és volt. Méghozzá. Szép gól. Láthatjuk, hogy Holland szépen tudja venni a labdát, mert a labda levételével lerázza a védőt. Aztán azután nem vár semmire, hanem ellövi. Sosic. Susic. Reid lő. Könnyed védés. Takugawa. És ott történt valami. Ashimaru még visszaszerezheti, vissza is szerzi. Bernede. Holland, előjük vele távolról. Salinger. Holland. Holland. Koita. Salinger. Koita. Bernede. Holland. Ez visszamehet Koitának. Elnézzük vele távolról. Gol. Gol, gol, gol. Megnéztük távolról Koitával, hogy bevágjuk. Itt Holland forgolódik, visszatesszük Koitának. És onnan tur. Zsinóron húzták. Vissza tudja tenni Okugawa. Ott micsoda Hüber blokkol. Reid, jön a kapus. Üres a kapu. Mensa. Egyébként is mellé ment volna a labda, de mindegy. Ashimaru. Tadic. Jön a lövés. Véd a kapus. Majd bárki blokkol. Végállomás pedig az, hogy a kapus hárít is újabb szöglet. Ezúttal a rövidre. Hatalmas blokk. Holland egyszer. Fejel. Klaus. Ashimaru. Teljesen üres a hely. Ashimaru. Most. Holland. És Salinger. Susic vágja előre, Román fejjel. Kapus hárít. De nézzük, mi történt ott a két védő. Jön, és gyakorlatilag tracsra vágják Benset. A kérdés az a 15-oson belül, 16-oson belül. Ebbe az esetbe. Természetesen. Kapus jön. És ha a kapus jön, az azt jelenti, hogy belövi. Ott az újabb kapus gól. Ezzel a kapusunk, ha minden igaz, a karrierje folyamán már a negyedik gólját szerzi. Higgadtan elburítjuk. Kapus középre várta. Egyszerű volt így a gól. Kukávát illatosan belül. Laposan. Pavolettinek egyszer, majd Salinger másodszor. Ramaho. Koita. Koita elövi. Leitner.
Talmer. Talmer lövi, hatalmas védés. Korsztenzen. Holland, sütő, Leitner. Kojta. Szép kitett labda a Holland, azt a nagyon rossz átvételt. Be tudja tenni középre, kapusvéd. Nincs rajta védő, középen ott a társa. De szerencsére a lövés válassza, ez pedig mellé megy. Ah, igen. Kettőt is cserélünk. Push, push. Középre a kapushoz. Kojta. Kojta. Berissá. Berissá, vissza tudja tenni. Kojta gól. 82. perc. Gól. Hú. Hát nehezen született ez meg. De jobb később, mint soha. Jó. Kojta. Berissá. Ott kapott hátulról, az ott egy büntető lesz, kérem szépen, Manningnek pedig piros lapot kell, hogy adjon. Hiszen Berissá emelte a lábát, erről van szó. Ott a piros, ott a büntető. Hello, sziasztok, szevasztok. Érkezik is a kapus. Higgadtan be is lövi. Ott van. Hello, sziasztok, ott a 2-0. És a kapusunknak minden igaz, akkor ez már a negyedik gólja. Az idei szezonban. Gól, 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 kapus másik irányba megy, úgyhogy esélye sincs. Na, Weber, még egy labdaszerzés. Amin. Berissá, azt még onnan első tyűk mellé. Fangin kell szerez labdát. Kojta. Berissá, és ott a három. Ott a három, a mérkőzés a 82. percig 0-0, majd a 93-ba, 94-be, pedig már 3-0. Van Ginkel szerez labdát, Kojta adja ki Berissának, aki pedig már könnyedén belövi. A videó zárásának pedig itt van a Tatanmem Hotspurs elleni Bajnokok Ligája visszavágó. Ne felejtsük el, az előző mérkőzés 2-2 volt. Kapta Pavoletti, Sanchez mellette. Szép a lefordulás Sanchezről. El lehet lőni Loris véd. Pedig te szépen meg lett csinálva. Nagyon rossz napta, nagyon rossz, Eriksen. Visszakapja Eriksen. Jó, mi kapusunk is bebizonyítja, hogy nem véletlenül áll a golvonalon. Pavoletti. Szép Holland. Vissza tudja tenni. Minamino. Minamino. Minamino gól. Ott a gól, ott a gól, Minamino. Ez lehet, hogy továbbjutást fog érni. Nagyon nyomtuk a Tatanhamot, most mi domináljuk a meccset. Itt látszik is, szép a passz be Holland-től, Minamino eltolja, Loris nem tudja védeni. Mi dominálunk és mi is vezetünk. Most a Tatanhamnek kell jönnie az eredmény után. Összesítésbe megyünk, 3-2-re. Pavoletti, Amin, Holland, ott Lindelöf, mint egy kicsit visszarángatta volna, Klostermann, az úgy ment Punak, jó, itt milyen jó volt neki. És Fankinkel gyönyörűen szedi le a lábáról a labdát. Kojta, Holland, az mehet vissza Kojtának, egyből itt kapus mellett, meg a kapu mellett is eltesszük Kojtába. Klaus nagyon kegyelenekedik besétálni a 16-oson belülre. Klaus, Hugo Lloris véd. Mint az ellenfélnek. Kojta. Holland, az ott nagyon nem volt les. El lehet dönteni, Klaus, el lehet dönteni, eldönti.
2-0, összesítésben 4-2 a 90. percbe. Klaus teljes mértékűen eldönti a mérkőzést. Kapja Holentől a labdát, szerintem pont a les határon. Közelebb visszük, megpikázzuk, így Lorisnak nincs esélye. Francia válogatottság ide vagy oda. Ennyi lettem volna ebbe a videóba. Köszönöm a figyelmet, a lájkot, feliratkozást továbbiakban is megköszönöm, és így jelzhatj egy kommentet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!